Oké, köszi. Nagyon értékes személyek vagytok, hogy jöttek ilyen programokra. Ez nem egy ilyen program, ahol csak buli van és ember degradál, hanem fejlődni akar. És ti szerencsés lelkek vagytok, hogy akartok jobbat tenni saját életeket tudatosan, nem csak úgy magától majd minden jó lesz, magától sosincs semmi jó. Dolgozni kell, ugye, dolgokért, és ezért köszönöm, hogy kedvesen eljöttétek. Amit fogok most énekelni, 10 percet, ez a Hare Krishna mantra. Valójában, aki kvantumfizikáról hallotta, ott magyaráznak, hogy minden van hangvibráció. És végül, ami tudatunk, ez is hangvibráció. Vannak hullámok, vrittik, ugye a szanszkritből úgy mondják, hogy vritti. És ez azt jelenti, hogy vannak negatív vibrációk, ami a félelem, aggodalom, sérelem, traumák, és vannak harmonikus hangvibrációkat. És ember próbál mindenféle módszerekkel tudatot rendbe hozni, valamikor elmegy pszichológushoz, meg pszichiáterhez, és akkor ott próbálnak rendbe hozni a tudatot. De a védikus rendszer azt mondja, hogy a legjobb ez egy másik hangvibrációval hatni a tudatra, ami megtisztítja a rossz hullámoktól, és akkor egy normális, harmonikus vibrációt csinál az elmébe, a tudatba. Nem szünteti meg, ami a tudatunk nem képes, hogy nincs hangvibráció. Ez azt jelenti, hogy mi nem tudjuk nem gondolni semmire. Viszont ki kell cserélni. Egy rossz, egy jóra. És végül mi a jó hangvibráció? A hullámok a tudatba, ez a szeretet végül. És a mantra, Hare Krishna mantra, ébreszti a szeretetet a szívbe, a lelki szeretetet. És erről szó, Hare Krishna Rama, három szó. Hare azt jelenti, hogy Istennek a gyönyör energiája, amelyik keresztül mi közelítjük meg Istent, az ő energia keresztül, nem rögtön Istenhez. Krishna azt jelenti, hogy legvonzó, ugye Istenő leghíresebb és legvonzó személy, ő egy személyiség, ezért vonz. Aki tud vonzani a mi tudatunkat, segít meditációba, és a Ráma, ez azt jelenti, hogy boldogság. Ő a boldogságnak a forrása. És mikor mi ezeket a hangvibrációkat beengedjük a tudatunkba, azáltal, hogy halljunk, meg hogyha bátorok vagyunk, énekeljünk, akkor elvisz minden negatív és kedvezőtlen dolgot a szívünkből, a tudatunkból, és pozitív vibrációt ébreszti a tudatunkba. Röviden ennyi, erről is lehet nagyon sok napon keresztül beszélni, de most nem az a fő témánk. Annyi kérdés lenne még mindenki felé, hogy egy kicsit, ha tudnánk előrébb menni, mert még lesz, hogy... Igen, nyugodtan gyertek. Angol, addig én átülök ide. Ha az előadóhoz közel vagyunk, jobban átjön a tudás is. Pranámokat szoktatok énekelni? Nem? Vagy csak elmondjam? Lehet, akkor elénekeljünk a pranámokat. Uhó. Itt a nagyokat ki kell hozni, ugye? Jó kell pumpálni, mert elég ilyen. Szerintem lyukas, vagy nem tudom. Aha. Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namine Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti
Sarasvati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pashatya Deshatarine Kicsit lassabban. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Jaya Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Jaya Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Jaya Prabhu Nityananda Shri Advaita Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama, Rama Hare Hare. Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Mashiko Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama.
Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, 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 Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, 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 Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama. Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, 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 Hare Hare Krishna, 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 Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, 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 Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama.
Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama. Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, 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 Hare Hare. Hare Krishna, 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 Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, 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 Hare Jai Shri Danita Vijay Goranga Ki Jai Shri Shri Radha Shama Sundara Ki Jai Shri La Prabhupada Ki Jai. Okay, köszönjük szépen. Folytatódik a programunk. Szépen. Jó, akkor beszéljünk egy jó kis témáról. De mielőtt beszélünk, lefényképezem a csapatot. Innen, jó? Mert talán elfelejtek. De most jól, jól néztek ki, olyan lelkesek vagytok. Ugye ezt nem szabad nem fényképezni. Így. Meg egy kicsit így is. Ú, de jó. Köszönöm. Akkor, igen, kicsit lehet, hogy más, rakjunk ide följebb inkább a mikrofont, mert ezért így fogok csinálni. Amikor kütyűztem, akkor beállítottál. Most beszélni. Aha, igen, ide. Hát lehet, hogy menjek bejebb, hogy tudjál ide rárakni, és csak ide felrakjunk. Így, szuper, az jó. Rendben, akkor köszönöm szépen. És elkezdjünk a mai témát. Ugye mai téma eléggé fontos, mert az embereknek az életéről szól, amit végül nagy rész személyek között családosok leszünk, vagy lesznek, vagy lesztek, vagy voltak. És tudás nélkül
nagyon nehéz egy családi kapcsolatba élni, mert ameddig szerezünk valaki, aki szerencsés és tapasztalatokból, hibákból tud tanulni, lehet, addig már unokák lesznek, ameddig rájön, hogy hogy működik a kapcsolat férj és feleség között. Ezért ahhoz, hogy megspóroljunk 80 évet, házassági tapasztalatokat, egy pár óra alatt meg lehet tanulni alapokat. Mert ma alapokról beszéljünk, aki megérti az alapokat, jó tudatos, főleg az első rész lesz a legfontosabb, amiről fogok beszélni. Hogyha megértjünk azokat, akkor már képesek leszünk érzékelni, hogy kell építeni a kapcsolatukat. Persze a kütyűrendszer az mindig össze-vissza működik, majd próbálok innen irányítgatni a rendszert. Működik, jól van. Mert hogyha már van kütyük, akkor már használjunk valami hasznos dolgokra is. És akkor a kapcsolatok és a viszonyoknak a művészétéről beszéljünk, mert végül ez művészet. Ahhoz, hogy sikeres és boldog kapcsolatunk legyen, az művészet. És erre kell erőfeszítés, és kell tudás. Tudás nélkül nem fog működni semmi. Ugye a tudás nélkül meg egy leves nem lehet megfőzni. Mert ehhez kell, hogy megfőzünk a levest, kell tudnunk, hogy mi a zöldségek, ugye, milyen zöldségekből készülünk a levest, nem a kőből, ugye. Utána kell tudni, hogy hogy kell előkészíteni a zöldséget, és azt is kell tudni, hogy tüzet is kell gyűjteni a víz alatt. Szóval láthatjuk, hogy már csak a leves tudás nélkül nem működik. Ebben éhen hal, hogyha nincsen ilyen tudása, akkor most hogy lehet egy jó, sikeres kapcsolat, akár házasság, akár munkahely, akár barátok, hogy lehet, hogyha nincs tudás. Akkor olyan lesz, mint a leves tudás nélkül. Semmilyen. Nyers marad. Nyers kapcsolatok. Amit általában tudjunk, ez inkább távolítja egymástól az embereket. Oké. Okay. Akkor miről fogunk egy kicsit, megmutatom a kis tervünket az előadásról. Lesz egy bevezető, ami nem szerepel a tervbe, ami fontosabb, mint a minden terv. Utána megnézzük, mik a kapcsolatok a férfi és a nő között, nem kapcsolat, hanem a különbségek a természetekben. És utána megnézzük, hogy mi alapján jönnek a konfliktusok. Mert minden konfliktusnak sokszor egy alapja van. És ezt majd meglátjátok. Megint elveket, ma elveket beszéljünk. Hogyha értsünk az elveket, tudjunk nagyjából működtetni a dolgokat. Ami a feltétel, ahhoz, hogy ez működjön, ahhoz tudatos életet kell élni, figyelmes kell lenni az életünkben, mert akkor alkalmazhatom az elvet, mikor most figyelek, aha, most mi van, most mi történik kapcsolatban, akkor jó, akkor most tudok valamit lépni. A mechanikus kapcsolat az, akkor nem tudjuk hasznosítani az elveket. Jó, akkor ezeket megbeszéljünk, amit itt látjátok, és megyünk tovább. Van egy örök elv, ami minden korban, minden korszakban létezett, működött, most működik, jövőben is fog létezni és működni az elv. És nézzük meg, mik az elvek. Hát először, hogy miért kell egy kapcsolatot építeni? Mi az értelme? Ugye az első dolog, hogy mi az ember életnek az értelme. Hogyha ezt nem ismerünk, jó, rossz az elv, megértés, akkor már rossz a cél, hibás, és akkor már az út is lehet hibás, és akkor az eredmény is hibás. Akkor nem lesz siker annyira mély, mert van több réteg a sikereknek, akár kapcsolatokban is vannak egyre mélyebb és mélyebb. És hogyha mi értjünk, hogy az Istennel kapcsolatot megvalósítása, azért születünk mi itt ebbe a testben, akár Magyarországon, akár máshol,
Ezt így kell érteni. Ugye, mert mindenki látta, hogy vannak anyukám, apukám, megy munka-otthon, 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 néha kis bevásárlás otthon és munka út közben. Akkor utána mi megszülettünk, ők megvették a kocsit, megvették a házt, aztán megöregednek, meghalnak. Ez az értelme? Akkor én is ugyanúgy csinálok egy családot, és akkor én is leszek munka otthon, Tesco, Lidli akció, karácsonyi roham, bevásárlás, és akkor meghalok. Nem? Azt az elvet ugye egyik nagyon hiteles írás mondja. Ugye a mai előadásunk egy hiteles tudás alapján fog történni, és a védák, védikus szentírások. A védikus írások nagyon, nagyon nagyok, nagyon sok mindenről beszélnek. Annyi sok minden van benne, hogyha mi elolvasunk is, hát nincs is ennyi időnk az életünkben, hogy elolvasunk a védákat, de végül annyi sok mindenről szólnak, hogy mikor befejezzünk az utolsó mondatot, akkor el fogunk tévedni, hogy akkor most mi a mondani valója. Ezért sokszor olyan is van, amikor, hát figyelj, most nincsen időm elolvasni ezt a könyvet, mondd meg nekem, mi a mondani valója a könyvnek. És akkor valaki mondja, hát ez a mondani valója. Na, köszönöm, akkor értem. Szóval ugyanúgy van egy írás a védikus írások között, ami megmondja, mi a igazi mondani valója a minden tudásnak. A védáknak, mert a véd a szó szerint egy tudás. És akkor ez az írásnak az a neve Vedanta Sutra, Veda Anta, tudásnak a vége. Az utolsó mondata, most akkor mi a mondani valója, és akkor ez az írás megmondja, hogy a tudásnak mi a lényege, amit mit akar összes tudás minket tanítani. És azt mondja, Adhata Brahma Jigyasu. Azt mondja, most végre emberi testbe születtél, ami nagyon ritka, Adhata Brahma. Ezért, hogyha most újra végre ritka lehetőséget van, újra emberi testbe vagy, Brahma Jigyasu. Ezért most használj ki ezt a lehetőséget, érdeklődj a legfelsőbb forrás, legfelsőbb úr vagy Isten irányt. Szóval emberi test azért van, hogy ember tegyen fel a kérdés, ki Isten, ki vagyok én. Ez a lényeg. Ez az alapelv. Mindjárt fogunk látni, hogy hogyan minden erre felépül. És hogy lehet sikeres családi kapcsolat, hogyha erre az elvre alapítjuk mindent. Ebből fog indulni minden most. Mert ebben a világban minden ezzel az elvvel működik kapcsolatban. Semmi nem történik véletlenül. Nem esik véletlenül az eső. A gravitáció törvénye, ez micsoda? Ez se véletlen van. Ezek a törvények, amit ebbe világban látjunk, a természetbe, minden kapcsolódnak Istenhez, mert minden Isten létrehozta. Ugye volt Newtonnak, volt egy barátja. Ez a barátja ateista volt. A Newton, ő egy jó tudós volt, ő hitt Istenbe. Igen, nyugodtan ki lehet engem javítani, mert hát a anyanyelve magyar, de apa nyelve orosz. És akkor inkább sokszor apa nyelven gondolkodok. Beszélek anyanyelven. És a Newtonnak a barátja ateista volt. És Newton, mikor próbálta neki magyarázni, hát, hogy ez az egy nagy egyetem, világ, univerzum, az nézd meg, milyen bonyolult rendszer az egész, ahogy van, hogy hogyan mennek a bolygók, mi történik, minden, ami körülöttünk történik, lehet látni, ez egy nagy intelligencia mögötte áll. És a barátja mondta, ez minden magától létrejön véletlenül, ősrobbanás, vagy ősleves, szóval így létrejött az egész világ, és egyszerűen nem bírta a barátja ezt elhinni. Mondta, hogy véletlen. De egyik alkalommal volt egy kiállítás. És ezen a kiállításon, egy ilyen csillagászati kiállítás, a Newton, ő létrehozta egy kis modellt, ilyen kis bolygók rendszerét, univerzum rendszerét, ahol
voltak a bolygók, és akkor szépen mechanizmus volt, ami mozgottatta a bolygókat. És akkor elhívta a barátját, eljött a barátja, és mondta neki, ez milyen szép ez a modell. Mennek a bolygók pályán. Ki csinálta? Newton mondta, senki. Tehogy is, hát valaki csak csinálta, ide is hozta valaki. Hát ezt ki kellett faragni, hogy legyek ennek a bolygók, akkor be kell állítani, hogy menjenek minden bolygó a saját kis pályán. Newton mondta, nem, hidd el, ez így magától létrejött, semmiből. Azt mondja, ilyen nincsen, hát ez valaki létrehozta. És akkor mondta neki Newton, na látod? Ez a primitív rendszer, amit most látod, te nem hiszed el, hogy ez magától létrejöhet. De sokkal bonyolultabb rendszer, ami a mi univerzumunk, arra azt mondod, hogy az magától létrejött. És akkor kapcsolta a kis intelligenciája ennek a kedves barátjának, és megértette, hogy igen, az univerzum se tud magától véletlenül létrejönni. Szóval így ezért ebben a világban minden kapcsolatban van az Úrral. És ez mit jelent? Hogy minden az ő törvény alapján működik. És ezért minden, ami jó dolog, ami törvény szerint történik, az kapcsolatban van Istennel. Ami rossz, vagy nem kapcsolódik Isten törvényhez, az nincs kapcsolatban Istennel. Erre elmondom egy példát. Mert miért? Miért így van? Miért jó ez a kapcsolat, és rossz az nem kapcsolat? A világ azért kapcsolódik, mert az egész törvényrendszer működteti a világot, és az Isten találta ki. Ezért kapcsolatban van a világ, mert Isten rendszere szerint működik. És az emberek is így működnek. Minden jó pozitív, az azt jelenti Isten törvény, mert a világ ez egy szeretet. Istennek a szeretetnek ből indul az egész világ. A felénk szeretet, mert ő minket szeret, és ezért nekünk teremtette levegőt, körülményeket, amiben tudjuk jól érezni magunkat. És minden ezt követi az ő akaratát, és ezért ez mind jó, és ezért van kapcsolatban. A kapcsolatok alapján is úgy van, például, hogyha valaki mindig, hát ti csináltok valakinek, akartok jó kedvébe járni, és próbáltok neki törődni vele, és mindig örömet szerezni. Ő pedig mindig mondja, ez megint ez van, miért ez kell nekem? És elkezd minket kritizálni, kezd minket szídni, cáfolni. Negatív lesz felénk. Ennek van egy energiája, és az energia ez egy pusztító energia. Amikor negatív, ez pusztítja. Mit fog pusztítani? A kapcsolatunk. Ugye, aki velünk negatív lesz, akkor elromlik a kapcsolatunk ezzel az emberrel. Ugye, ez működik így? Vagy ez csak egy teória, amit mondom? Ki tapasztalta ezt életében? Na, jó van. Megvalósított lelkek vannak itt az előadáson. Nagyon jó hangulat. Igen. Szóval negatívnek van egy erő, pusztító, és ez már nincs kapcsolat Istennel. Mert Isten a teremtő és a fenntartó. És amikor valaki benneteket mindig dicsér, azt mondja, te olyan kedves vagy, te olyan jó személyiség vagy, te ilyen nemes tulajdonságokkal rendelkezel, és mindig valaki nekünk hálát kifejezi, és udvarias, és ajándékoz, annak van egy másik energiája, teremtő energia. Mit jelent? Teremti a kapcsolatot. Akkor mi mondjuk, már mész el, ne menj el, olyan jó érzem magamat veled. Ugye? Szóval a jó Istennel kapcsolódik, rögtön van egy teremtés, rögtön van egy erősítés. A emberek közötti bizalom erősödik, boldogság jön, mert Isten ő boldogság, és ezért a jó dolgok tartalmaznak magukba boldogság energiát is. Szóval egyszerre minden történik. Erősödik a kapcsolat, a bizalom, boldogság és a szeretet. Mert van, amikor mi valakit nagyon szeretjünk, de ő elkezd minket egyfajtából negatívan cáfolni,
el fog romlani kapcsolat, és megöl ezt a szeretetet bennünket. Mert nincs kapcsolat Istennel. Szóval ezek az elvek, így működik. Ezen kell, ez a legfontosabb, amit mi most beszélünk, ezt megértjünk. Bármilyen helyzetben leszünk kapcsolatokban, fogunk tudni most mit csináljak, hogyan viselkedjek. Jó? Ezért most próbáljunk figyelmesek lenni, és emiszten, amit együtt megbeszélünk veletek. Oké. És ami hibás is, és helytelen, akkor ez el fog veszni a kapcsolatot. Istenem, mint egymással, aki velem hibásan, rosszul viselkedik, elveszi a kapcsolatot velem. És azért a világ, mivel helyesen működik, azért mindig van a világnak kapcsolata Istennel. Ahogy én kezdek ezt csinálni, van kapcsolat emberrel, van kapcsolat Istennel. Oké. Szóval, így minden kapcsolat azon alapszik ezeken az elveken, mint az Istennel kapcsolatunk. Szóval ez az alap, fő dolgok, és megyünk tovább. Beszélünk tovább egy kicsit intelligens emberekről, akik itt vannak, az intelligens emberek. Köszönjük szépen, hogy eljöttétek. Még egyszer, mit csinál intelligens ember? Hát ő ugye tudja, ugye, hogy minden, hogy az Úr, ő az eredeti személy, minden tőle fog származni, vagy származik. A teremtés, az egész univerzum, az egész természet, minden tőle származik. És ezért összhangba kell élni az Úrnak a törvényekkel. Mert akkor én kapcsolódok hozzá megint. Akkor vannak ugye elvek, hogy hogyan működik az univerzum, mik a törvények, hogy hogy kell univerzummal élni, nem úgy, ahogy én gondolom, mert lehet, hogy én elképzelem, ma sok ember interneten mondja, én szerintem ez így kell csinálni. Nem biztos? Mert hogyha nem egyezik az Úrnak a véleményével, akkor biztos, hogy nem. Mert csak Isten van felhatalmazva, hogy felülírhatja a törvényeket. Mi nem tudjunk. Ez ugyanúgy most kressz. Kinek van jogsia? Nagyon jó. Képzeljétek el, akkor most beültek a kocsiba, és akkor bementek a belépő, vagy hogy hívják, behajtani tilosba, és akkor mentek nem jobb oldalon, bal oldalon, megáll a rendőr, és akkor mondja, hát maga a szabálysértő. Szerintem nem. Én nekem ez egy szimpatikus, hogy én érzésem, sokszor emberek mondjuk, én úgy érzem, így kell csinálnom. Hát, hogyha én mondom rendőrnek, én úgy érzem, hogy ez most így jó, hogy én bal oldalon megyek, és a piroson 160-nal hajtok, akkor azt mondja, hát akkor bocsi, te úgy érzed, de majd megnézzük, mit fogsz érezni, amikor bíróság kimondja a végső határozatot. Mi az lesz az érzésed. Szóval nem lehet nekünk túl felülírni a dolgokat, hanem ismerni kell. A kreszt kell ismerni. Itt is kell ismerni. És intelligens ember, hogy akarja megtapasztalni a szeretetet, békességet a tudatban, harmóniát a kapcsolatokban, akkor ez nagyon fontos. Mert nem fog működni. Mert vannak olyan sok tréningek a világban, ami jó, próbáld meg emberekkel így, meg úgy, meg mosolyogjál, meg ilyen trükköket csináld meg, meg ilyen gyakorlatokat alkalmaz a kapcsolatokba, az hat, de vagy nagyon rövid távú, csak fancy szinten, és nem hosszú távú, és nem fenntartható. Mert hogyha ez hiányzik, akkor nem tudjuk, fenntartható. Ez az ökológiai boldogság mit jelent? Az azt jelenti, ami önfenntartható lesz, mindig fog működni. Igen. Szóval próbál intelligens ember ezeket megismerni. Hát ugyanúgy, amikor van áram otthon, ugye áram és törvények alapján működik, és minden intelligens ember sose fogja a konnektorba kihozni a két drótot, és megpróbálni a nyelvre. Mert tudja a törvényeket, nem az érzésre. Hát érzésem szerint nem lesz bajom.
nem az érzés, hanem törvény. Az áram törvény alapján működik, érzéseiddel nem tudsz felülírni az áramnak a működését. Szóval itt is, és azért intelligens ember sose ezt fog csinálni, mert tudja, hoppá, ebből lehet egy kis baj, és akkor a világgal ugyanúgy működik. Na, megint itt próbálkoznék kapcsolat. Jó, beindult. És mi lesz akkor, amikor mi ezt az elvet alkalmazunk az életünkbe? Minden szinten sikeresek leszünk. Az a trükk. Mert ezek az elvek, amit most mesélek, ez az elv, ez univerzális elv. Aki lelki elveket alkalmaz az életébe, az az ember minden téren lesz harmóniában siker, mert az az elv működteti minden szintet. Ugye van, mondjuk van a lelki szint, van a tudatszint, és van a testi szint. És az lelki elvek annyira univerzálisok, hogyha mi azokat hasznos alkalmazunk, akkor minden szinten lesz, működni fog minden. Ez azt jelenti, hogy tudatban lesz boldog érzet, lesz egészséges a szervezetem, és még lehet lesz sok pénzem is. Mert ez bőséget hozza, ezek a törvények bőséget eredményeznek anyagilag is. De a legmagasabb siker szint, ez a lelki siker. Az a legmagasabb. De tudjunk még egyszer, hogy minden lefele automatikusan minden meg lesz. Automatikusan adja, hogyha mi legmagasabb elveket, amit most az alapba, élet alapjunkba rakjunk, és ezeket követjünk. Akkor ez miért így működik? Ugye? Miért pont így kell, hogy működjön az egész? Mi az alapja az egésznek? Megnézzünk most, hogyha működik a kütyűrendszer. Mert ő hozta létre minden törvényt, ugye? Ő működteti a törvényeket, és hogyha mi ezeket a törvényeket tartsunk be, akkor mi az Úr akarata szerint csináljunk dolgokat. És a tisztító folyamat, ugye még vannak sokszor emberek, akarnak tisztulni. Tisztítani akarok a tudatomat, meditációba tisztítom a tudatomat, karmát akarok tisztítani. Annak is vannak a törvények. Ki akarja megtisztítani a karmát? Jó. Egy mondatban elmondom az egész karma tudományt. Jó? Aki követi az Isten törvényét, tisztul a karmától. Ennyi az egész. Nem kell valami misztikus meditáció. Ki, aki piszkítja a karmát, szennyezi a karmát, aki nem követi az Isten törvényét. Ennyi az egész. Nagyon egyszerű az egész. Nem bonyolult az életünk. Szóval mivel ő ezt kitalálta a törvényeket, hogyha mi törvények alapján működjünk, akkor megint lesznek jó kapcsolataink, lesz siker lelki és anyagi és mindenféle szinten. És az emberi szinten. Ez a fő elf a kapcsolatunknak. És most megyünk tovább. Akkor nézzünk akkor, mik a harmonikus kapcsolat elvei. Hát van több kapcsolat, például van egy hölgy, és van kapcsolat, mondjuk neki lehet egy fiával kapcsolat, mint egy anya és a fia, akkor van férj és a feleség kapcsolat, akkor lehet egy kapcsolat apjával, mint a lánya és az apja, ez is egy másik kapcsolat, akkor van egy kapcsolat a barátnőkkel, ugyanúgy a férfiaknak is lehet, gyerekével, feleségével, anyával vagy apjával, és így tovább. Ennek hogyan kell, hogy alakuljon? Megint, hogyha az előző elveket alkalmazunk, akkor ezeket az elveket Isten is alkalmazza, amit most meséltem, amikor ő jön ide a világba. És minden jó ember,
mint mondjuk a Teréz anyát kihallott a Teréz anyáról. Mindenki, nagyon jó. Nagyon nagy, a legjobb kapcsolatai voltak. Mindenki, akivel ő találkozott, mindenki mondta, hogy ilyen élmény, amilyen ő kapcsolatot teremt, az még sose sehol nem tapasztaltunk, mert ő működtette ezeket az elveket. És akkor az elvek osztodnak a szerepek, mert nekünk a kapcsolatok szerepekből állnak is. Ugye, mint anya, ez egy szerep. Feleség, férj, ez egy szerep. A lány, vagy fiú, vagy apja, ez egy szerep. Barátok, ez egy szerep. Az alapelve az egészben ez az, hogy ahhoz, hogy legyek helyes kapcsolatommal a fiammal, mint egy anya, erre a fia inspirál egy nőt, hogy ő anyáként viselkedjen. A férfi inspirálja egy nőt arra, hogy nőként, feleségként viselkedjen. Az apja inspirálja lányként viselkedni. A barátnők inspirálnak barátnőként viselkedni. Szóval ez is egy elv, hogy kell érteni, hogy kivel szemben vagyok, kivel kapcsolatok fogok teremteni, és mit fog bennem inspirálni. Miért most erről beszélek? Mert ebben a korban egy kicsit fel van burrolva a dolog. Például, amikor még a szülők és a gyerekek között, ott még valahogy szülők így ráéreznek, hogy szülőként kell viselkedni. De amikor fiú és a lány között van kapcsolat, az sokszor egy kicsit zavarba van, valamikor a lány, valamikor a fiú nem kapja megfelelő megértés, hogy most mire vagyok inspirálva, hogyan viselkedjek. És akkor sokszor fiúsan lányok viselkednek, lányosan fiúk viselkednek a partnerekkel. De hogyha mi értsünk meg itt az elvet, hogy nekem kell mit kapni, milyen inspirációt. Hogyha apjával vagyok, akkor gyerekként vagyok, ez normális, nem? Nem fogok apjámmal apjaként viselkedni. Nem fogok mondani apjámnak, na fiacskám, most hogy sikerült a munkát? Nem hoztál elég pénzt haza? Kettes. Nem, hogy én fogok tudni, hogy apjával nem így fogok viselkedni. És akkor ezeket az elveket kell ismerni, ez azt jelenti, hogy amikor barátokkal, ott is kicsit egyértelmű, hogyan fogok viselkedni, csak az a baj, amikor már partner kapcsolatban vagyunk, fiú lányjal, lány fiúval, na ott egy probléma van sokszor. És most ezt kicsit fogunk kifejteni, mert ez nehezebb. Problémák vannak a barátok között is sokszor, nem tudnak, hogy működik a kapcsolat. Sokszor van probléma a gyerekekkel is, de mi nem tudjuk mindent megbeszélni mai témán. Ma erről fogunk csak beszélni, a férj-feleség vagy fiú-lány kapcsolatot, hogy megértsünk a kis elveket, pár elvet. Jó, még egy pár dolgot, amit most fogunk beszélni, a fő dolgot, ez a természetét. Ugye a férfi és a nő természetnek a különbségét fogunk beszélni. Itt ez is egy a második elv, amit, hogyha megértsünk, akkor világos lesz nekünk, hogy mit lehet elvárni a partnertől. A probléma az, hogy mivel hiányos tudásunk a természetükről, ugye a férfi nem tudja nőnek a természetét, a nő nem tudja a férfi természetét, ettől indul egy hamis elvárás. Mert ami nőnek természetes, a férfiaknak alapban az nem természetes. Messze nem az. Ami a férfiaknak természetes, a nőknek ez messze nem természetes. Miért ez így van? Nézzünk meg. Akkor van nő és a férfi, és megnézzünk a tudatunkat, a pszichikánkat, mert a különbség ott van a pszichikában, pszichikai. Ugye ez most médikus pszichológia. Itt nincsen arról szó, hogy valaki magasabb, valaki alacsonyabb rendű, ugye, mert
ezek is ilyen világban félreértések vannak, hogy férfi alacsonyabb, vagy nő alacsonyabb, és akkor indulnak ilyen nagy mozgalmak, hogy nők, egyenlők vagyunk a férfiakkal. Vagy férfiak mondja, egyenlők vagyunk a nőkkel. Oké, okay, akkor szülj meg gyereket. Férfinek lehet mondani, hogy egyenlő vagy. De itt nem arra, van különbség, mint lelkek egyenlők a férfi és a nő. Mint ember egyenlő. De ember belül nem egyenlő, mert már a test már más funkciókat végez, nőnek más funkciók vannak a testben, mint a férfiaknak. De ez nem jelenti valaki jobb, vagy valaki rosszabb. Csak más a funkció. És a pszichikának is más funkciók vannak, és most erről beszélünk. Oké. Akkor van, a tudatnak van több funkció, több része, van intelligencia, mind a kettőknek van, nőknek és a férfiaknak van intelligencia. Mit jelent, hogy intelligencia? Hogyha akarjátok szanszkrit, úgy mondják szanszkritul, hogy buddhi. Buddhi, ez az intelligencia. Következő képen működik. Az intelligencia, ez a képesség az emberbe különbséget tenni jó és a rossz között. A józon a felmérést tenni, és döntést hozni. Ez az intelligencia. Amikor valamit kell tenni, akkor ő felméri minden előnyet és hátrányat, és az alapján fog dönteni. Ez az intelligencia. Megkülönböztetni jó és a rossz között, vagy tenni különbséget és helyes döntést hozni. Akkor az intelligencián kívül van egy másik dolog, ez az elme. Az elme, ez a gondolkodási funkció. Nem agyba gondolkozunk, agyon mi nem tudjunk gondolkozni, mert agy nem képes erre. Szóval az agy, ez egy processzor, ez egy számítógép. Az agy azt csinálja, hogy működteti a testünket. Hogy menjen az emésztés, akkor menjen az anyagcsere, lélegzik a test, akkor minden, ami történik automatikusan, ami mi úgy gondoljuk automatikusan, nem, hát erre van egy gépház, egy számítógép, ami vezérleli. Ugye például minden pillanatban méri, milyen hőmérséklet van kint. A test méri, a bőrnek a felülete, ez a hőmérséklet érzékelő, az minden megy az agyba, agy dönti, hogy most fűtést kell kapcsolni a szervezetbe, fűteni kell, vagy hűteni. Hogyha kell fűteni a testet, akkor bekapcsolja, aktiválja a jobb orlukot. És akkor fűti a testet. Hogyha túl meleg van, aha, veszi, ne forjon fel a vér, kell hűteni a testet, akkor kikapcsolja a jobb orlukot, bekapcsolja a bal orlukot. Ez az agy csinálja. Ugye mi sose gondolkozunk most milyen a hőmérséklet. Most hűtenem kell magam, fűtenem kell, most emésztetem, most lélegeztem. Ki gondolja, jaj, nem tudom, fél órán utolsó fél órában lélegeztem, vagy nem? Nem kell nekünk erről tudatos lenni, erre van az agy. Akkor az elme, ez ami a finom dolog, azzal mi gondolkozunk, hogy aha, most itt vagyok, és most analizálok, ahol én vagyok, mert nekem most ez tetszik, vagy nem tetszik. Az elme azonnali élményt keres. Például, amikor mi nézzünk ide a képet, erre a képre, a szemünk leolvassa, most amit látjunk, de ez tetszik ez a kép, vagy nem tetszik, az nem szem fog eldönteni, és nem az agy, hanem az tovább megy az elmébe, és elme fog mondani, fú, ez olyan csúnya ez a kép, nekem nem tetszik. Valaki azt mondja, fú, ez milyen jó kép. Mikor ízeket eszünk, az íz kerül a nyelvre, a nyelvből agy keresztül elmegy az elmébe, és elme fog mondani isteni ízek. Ugye? Vagy tapintásra, hogyha én fogom valamit, én nem kéz érez, a kezemmel nem érzek. A kéz, ez egy halott dolog. Csak érzékelővel van tele felszerelve, mint a kocsiban vannak a radarok, ugye a tolatoradár, és akkor ő jelzi. Ugyanúgy itt is vannak radarok, ráraktam, és az elmében jön az impulzus, és én elmébe tudom, ez most
tapintásra kellemes vagy kényelmetlen. Szóval ez az elme. Az elme szereti kapni élményeket. Jó élményeket, vagy a rossz élményeket. Kellemes és kényelmetlen élményeket. Hogyha kellemes az élmény, azt szeretem, hogyha kényelmetlen az élmény, azt nem szeretem. Ez az elme. És ugyanakkor férfiaknak is van, és a nőknek is van. Ugye? Intelligencia mind a kettőnk van, és elme is mindenkinek van. Igen, és elme által ember hogy él az életet? Hogy minden, amit mi teszünk, mindenből akarunk egy élményt. Miért megy ember moziba? Mert ott van egy élmény. Miért megy valaki étterembe? Egy élmény. Miért jövünk ide egy programra? Akarunk egy élményt. Hogyha tudást kapunk, ez is egy élmény. Fú, milyen jó vagy. Hú, milyen rossz ez a tudás. Ez egy jó élmény volt, többet nem jövök. Ugye ez is egy élmény. És akkor a rossz élmény miatt nem akarunk többet ezzel találkozni, jó élmény, akarunk a folytatást, többször akarunk ezzel találkozni. Akkor ezen kívül, akkor van az elme, van az intelligencia, és van még egy pár dolog, vannak érzékek. Ezek az érzékszervek. És ez a férfi és a nő mindennel rendelkezik. Na akkor most mi a különbség a férfi és a nő között? Na most jön a, hogy mondjuk, kifejtés. Most a lényeg lesz. Hogyha ezt megértjünk, akkor könnyebb lesz élni további 100 évet. Az a különbség, hogy a férfiaknak az elme funkció az inkább közelebb van az intelligenciához. A nőnek az elme inkább az érzékekhez van közelebb. És akkor most elmondom, hogy ez mit eredményez férfinél és a nőnél. És ettől már nagyon nagy különbség lesz kettő között. Nézzünk meg. Amikor az elme és az intelligencia egymás között van, ez azt jelenti, hogy ilyen férfi, analitikusan minden próbál feldolgozni, mindig próbál zárkozott lenni, mindjárt ezeket elmondom, mindjárt tovább. Itt pedig, mivel érzékek vannak, és elme, itt az érzelmek uralkodni kezdenek, és ember nyitni akar. Kommunikálni akar. Megyünk tovább, ez még nincs vége. Ezért a férfi, mivel ő a intelligencia és elme között van, ő kapja élményeket az életébe, akár nehézségeket próbál, akadályokkal ütközik, utána ahhoz, hogy ezt feldolgozzon, ő bezárkozik, és magányoságra vágyik, és próbál ötletelni, ideákat kitalálni, akkor most mi lesz a megoldás, és ő bent be akar zárkozni, és egyedül marad, és ezen gondolkodik. Szóval magányos akar lenni ebben az ebbe a tudatállapotban. Na, működik jó. Magányosságra vágyik, és ő ott dolgozik fel. Hogyha vannak nehézségek, feszültségek, amit tapasztal egy férfi, akkor ő belül fog feldolgozni. Ő egyedül akar lenni, egy kicsit bezárkozni, lehet, hogy megy valami tévé, vagy valami, de közben belső munka megy nála. Azért a férfiak alapban nem szoktak sokat beszélni. Amikor jön haza a férfi, akkor nem akar elmesélni, mi volt. Mert belőle megy egy munkája. És akkor mondja, na milyen volt? Jó. Ennyi. Ugye, ez ennyi fog válaszolni. És sokan voltak? Ja. Így működik. A nők, mivel elme és érzékek között vannak érzelmek, ezért nekik, amikor ők nehézségekkel ütköznek, vagy élményekkel, nekik az, hogy legyen oldva a feszültség, szükség kommunikálni, viszonyok, megbeszélni. Ezért, mikor nő jön haza munkából, akkor na figyelj, ide figyelj, na mik voltak ma, és elindul. És mikor elkezd beszélni, ő lemegy a feszültség, és ő elégedett és boldog lesz. A férfi
Fordítva azt mondja, na megint itt jössz, azt terhelni engem. Nem tudnál egy kicsit konyhába menni vissza? Ugye, mert férfi azt gondolja, neki kell egy kicsit bezárkozni, feldolgozni a dolgokat, és neki magányságra, és akkor itt jön a konfliktus. A nő azt mondja, te sose figyelsz rám, nincs rám sose idő, a férfi azt gondolja, figyelj ide, te mindig engem csak zavarsz, de hát sose beszéljünk, de hogy sose beszéljünk, tegnap beszéltünk. A probléma másik, hogy a férfi, ő amikor valamit megtette, ő azt gondolja, hogy ez elég. A nő mondja, hát figyelj, legalább virágot hoznál. Hát kaptál virágot esküvőre 20 év ezelőtt. A férfi mindig gondolja, hogy ez egy jó dolog. De nőnek kell, hogy minden nap legyen virág. Akkor van egy kapcsolat. A férfinek, mivel ő zárkózott, az, hogy ő csak otthon van egy másik szobában, a feleség be van zárva a konyhába, ő úgy gondolja, hogy ő kapcsolatban van a feleségével. Neki ez normális, természetes. A nő azt gondolja, hogy nem vagyunk együtt. Neki mi a kapcsolat? Neki a kapcsolat, mikor mi ülünk és beszélgessünk egymással. Szóval már ez miatt, ez a különbség miatt máshogyan élnek át a dolgokat. És máshogyan fognak reagálni, és máshogyan feldolgoznak. Hogyha mi ezeket ismerni fogunk, ma mindjárt fogunk beszélni, mi a megoldás, akkor nagyon-nagyon sok mindent meg tudjuk oldani. Ez miatt, mivel ilyen a kapcsolatok egymás között, akkor így alakulnak a problémák, konfliktusok. Lehet, hogy egy space-t nyom meg, légy szíves, a space-t. Az alakul, oké, már beindult nálam, hogy nyomját egyet. Hogy mivel nem tudnak, hogy van különbség a természetek között, akkor jön a konfliktus. Mert pont a nő azt mondja, te nem beszélsz velem, a férfi azt mondja, te engem mindig csak zaklatsz, akkor jön a probléma. Például, vagy van nő azt gondolja, hogy mi lesz akkor tovább a családunkkal. A férfinak már megvan a terv, ő már tudja, csak ő nem kommunikál. És akkor a nő azt mondja, hogy akkor most mi lesz következő napokban, vagy években. Minden rendben lesz. Nekem ez nem válasz. És jön a konfliktus. És akkor mondja a férfi, ne fúrjál már engem ennyit. Ugye, és kész. De hát ez így nekem, én nem érzem biztonsága magamat, de nem meselsz el. És akkor ezt akarja kihúzni, az nem akar elmesélni, és akkor indul a konfliktus. Miért? Mert más a különbség a természetükben van. Máshogyan érzékelnek a helyzeteket, máshogyan tapasztalnak, és máshogyan fognak ezt átélni, és máshogyan feldolgoznak. Például nemrég voltam egy csapatban, ahol volt sok ilyen házas pár, beszélgettünk, és akkor a egyik hölgy mondta, hát igen, van ez akkor a családokban, van ez az átlagos probléma, és azt mondja, hát akkor az le kell üljünk, és akkor megbeszéljünk a férjünkkel, mondta a hölgy, és a többi hölgy mondta, igen, nagyon ötlet. Szerencsétlenségre ott voltam én is. És mondtam, nem fog működni. Hogy? Hát leülünk, megbeszélünk. Ja, mondom. Mert ti nők vagytok, ti azt gondoljátok, és ez jó, mert nektek természetes leülni és megbeszélni. De férfiaknak ez nem természetes. Ja, tényleg. Igen. Azért az, hogyha férfival le kell ülni és megbeszélni, ez egy projekt. Ezt kell tudni, hogy kell csinálni. Menjünk tovább. Jó, itt megy nálam. És mivel más, és mi másféleképpen viselkednek, igen, és akkor igények is különbözőek. Megint hol a konfliktus? Mivel nőnek van egy igény, ő azt gondolja, hogy akkor a férjemtől ezt az igényt elvárjuk, mert neki is legyen ugyanaz az igény. A férfiak is ezt gondolják, de mivel
más a természetük, ahogy beszéltünk, intelligencia és az elme kapcsolata, a világ érzékelése, ezért más az igények. Milyen igény van férfinek, amikor mondjuk hazajön egy férj? Az igény kicsit magányos maradjon, kis csend legyen. Amikor egy feleség hazajön, mire van az igénye? Valaki hallgassa meg az élményeket, amit fog, meg akarja osztani másokkal. Ez az igénye. Szóval ezeket ismerjünk, akkor tudjuk megoldani a dolgunkat. És megint, amikor van kommunikáció egymás között, ott is van egy nem, mivel nem ismerek az igényeket, nem ismerem a férfinek a természetét, vagy a nőnek a természetét, akkor más az elvárásom is lesz, hamis. És utána még a kommunikáció is helyettelen. Miért hamis az elvárás? Hát mert azt elvárom, ami nem a természete a páromnak. Ez ugyanaz, hogyha nem ismerem a kutyának a természetét, vagy a macskának a természetét, és elvárom tőle, hogy most ne nyávogjon a macska, hanem ugossan, akkor ez problémás dolog, nem? De mi ezt sose várjunk el. Miért nem várjunk el a macskától, hogy ugasson? Mi ismerünk a természetünket. Tudjunk, hogy macskától várhatsz, amennyit akarsz, hogy ugasson, nem fog, mert nem ez a természete. Ugyanúgy elvárni a férjtől valami, ami nem a természete, ez probléma. A nőtől elvárni, ami nem a természete, ez probléma. Ezért a megoldás megismerni a természetüket. A férfinek a nőnek a férfi természetét. Ugye most léteznek ilyen szakmák, mint a pszichológusok. Régen nem létezett ilyen szakma. Régen ez már oktatás, gyerekeknek oktatással együtt beleadták, de nem iskolákba, hanem családba. Régen a családi hagyományokba nagyon bölcsek voltak, és ismertek ezeket a dolgokat, és átadták. Még Magyarországon is, nem csak védikus valahol Indiában. Oké. Na akkor most nézzünk a megoldásokat. Mit kell csináljunk? Egy kis bum. Ettől kiindulva van titkok. Hogyha már ismerünk a természetüket, a férfi és a nőnek a természetét, a nő a férfi természetét ismeri, akkor kell értsünk, hogy nőnek igénye van arra, hogy most haza fog jönni, ő ki van, hogy mondják, túl csordult, nagyon túl van töltve emóciókkal, érzelmekkel, ami egész nap dolgozott emberekkel kapcsolatokban volt, és neki ki kell beszélni magát. Ez az ő igénye. Így ő a feszültség mentesíteni fog magát, hogy tudjon egy jó a feleség vagy anya szerepet játszani. És ezt az igényet tiszteletbe kell tartani. De a férfi, amikor hazajön, és lehet, hogy ő komoly dolgokkal küzdött egész nap, és sok-sok problémával küzdött ahhoz, hogy legyen védelem, biztonság családnak, ezért, mikor ő hazajön, neki van feszültség, neki igénye van lehetőségre, hogy ne beszéljen vele senki, üljön le egy kicsit, és belül dolgozza fel a feszültségeket. Hogy utána tudjon rendesen felvenni a férj apja szerepét. Ez fontos. Szóval ez előadás után nem azt kell csinálni, hogy a lány mondja a fiúnak, na, hallottál? Akkor most az én igényemet kell tiszteletbe tartanod. Nem, hanem én nekem szól, én fogok az ő igényet tartani tiszteletbe. Akkor ez hogy fog kinézni? Mi a megoldás? Megnyomtunk? Nyomjuk. Még egyet. A megoldás... Ja, már akkor már volt. Na mindegy. A mai megoldás az, hogyha otthon van mondjuk a feleség, és bejön haza a férj, akkor a feleségnek az a megoldása, hogy tiszteletbe tartsunk a férjét, és
adjunk azt a 20 percet neki, hagyj, szedje össze magát itt belül. Legyen magányos, egyedül, és akkor hagyjunk egy kicsit magára, feldolgozza, és utána kezdjünk vele építeni kapcsolatot. De nem úgy, hogy na figyelj, letett a 20 perc, most akkor rám figyelsz? Nem. Hanem finom neked, főztem neked, amit szeretsz. Megkóstolod? Így kell csinálni. Hogy kikapcsol, mert kell egy kapcsolatot teremteni, mert ő belül van, neki nincs kapcsolat külvilággal, és nem szabad elvágni azt a belső kapcsolatot, hanem fel kell hívni valami figyelmet, érdeket kelni. És akkor, vagy hogyha hozta virágot, akkor mondani ezt a virág, azt tényleg nekem hoztál? Olyan jó, olyan értékes vagy. Szóval valahogy így megdicsérni, vagy valamivel megkínál, amit szeret. És akkor így lehet őt felébreszteni, és akkor utána lehet vinni a kapcsolatot, és akkor beszélni vele. A kérdések majd a végén, jó? Írjunk fel a kérdéseket. Ez pont azért, vagyis hát, bocsánat, csak ez egy ilyen megjegyzés, hogy tulajdonképpen akkor először a férfit helyezzük előre, mert hogyha a férfinek nem adunk megfelelő csendet és nyugalmat, akkor hiába beszél a nő, mert a férfi hazajön és magába zárkozna legszívesebben, és hiába van az, hogy az első 20 percben legyünk türelmesek a nővel és hallgassuk meg. Mert akkor a férfi elsősorban azt akarja, hogy a nő csöndben maradjon. Tehát semmiféleképpen nem jön össze, hogy a kettőnek egy formán kielégítsük az igényeit. Tehát elsősorban mindenféleképpen a férfit helyezi első helyre ez a dolog. Igen, azért mondtam a végén a kérdések. És ez így nagyon nem jó, ez megint megkülönböztetés. Tehát az, hogy... Mert hogyha végig hallgassunk az előadást, hát ha lesz már válasz a kérdésre, és hogyha nincs válasz, akkor lehet kérdezni. Mert mi nem fejeztem be az előadást. Meg most mondtam, mi kell nőnek csinálni. De mindjárt fogok mondani, mit kell férnek csinálni. Ilyen nincsen, hogy egy oldalú. Minden kettőnek kell tenni erőfeszítés, mert ez két oldal, kapcsolat az még mindig két oldalú, nem egy oldalú. Amikor egy oldalú kapcsolat, az nagyon nehéz. Működik, szokták ilyeneket csinálni, amikor mondjuk vagy a férj, vagy a feleség tudatos erre, hogy kell egy jó kapcsolatot, a másikat nem érdekel. Az nehéz, de így is lehet, de a legjobb, mikor mind a kettő. És mind a kettőnek van feladat, hogy ez működjön. Jó? Ezért, hogyha nincsen, de valaki nem kapja a kérdéseket, nem, válaszokat, jegyzeteljetek, és a végén, jó? És akkor megbeszélünk. Semmi gond, köszönöm a jó kérdést. Mert most jön a válasz igazából. Szóval amikor a férj jön haza, vagy otthon van, és jön a feleség, mindegy. De szóval ez, az első, amit beszéltünk, az, ami fontos nőnek magának megjegyezni, hogy én az ő igényet, ami neki fontos, én nekem is fontos. Ezt gondolja a nő. A férj azt gondolja, hogy most jött a feleségem, és én ismerem, igen, hogy ő nagyon érzékeny és érzelmi, és ahhoz, hogy ő most jó, és elégedett legyen, és boldog, és utána legyen jó viszonyunk, és látom, hogy ő igénye, hogy akar beszélni most, akkor a férfi nem rögtön kell bezárkozni saját belső dolgokba, hanem meg kell hallgatni. 20 percet meghallgatni, és nem kell tanácsot adni. Mert sokszor nő azért mondja, na figyelj, szeretnék kérni tanácsot. Az csak egy trükk, hogy ha figyelj rá. Nem akarja tanácsot. És ez valamikor akarja, ez már a férjnek, az intelligenciának a feladata megkülönböztetni. Most csak meg kell hallgassak, vagy a tanácsot adjak. Ugye nagyon sokszor nekem is jön valaki, egy hölgy, és mondja, szeretnék kérni tanácsot. Jó, és akkor kezd beszélni. Jó, köszönöm szépen, már mehettek is. Jó. És utána írja, olyan jó veled volt tanácsot kérni, olyan jókat tud hallgatni. És akkor elégedett volt. Szóval ugyanúgy a férjnek kell ezt tiszteletbe tartani, és figyelembe venni, és akkor meg kell hallgatni. És itt pont ami jó megjegyzés volt, hogy itt nem szabad mutogatni, hogy most miért én téged vegyek figyelem, miért nem te engem. Ez nem lesz kapcsolat.
Én, igen. Én nekem mindegy, te mit, de én igen. Legalább így kell kezdeni. És akkor ő is így legyen. Legjobb, mikor megbeszélnek, leülnek, akkor próbáljuk meg együtt így csinálni? Igen. Na, akkor jó. Hogyan működik ez az egész, amikor mi az igényeket, a másoknak az igényét fontosnak tartunk, és próbáljunk úgy mondjuk teljesíteni. Elmondom egy nagyon jó kis coaching ember, vagy pszichológus, a Covey, ki ismeri a Covey-t? Covey-t ismertek sokan. Uh-huh. Ő elmesélte ezt a sztorit, ott neki egy fia, és ezzel a fiával ő járt ilyen amerikai foci meccsekre. És egyikről meccsre másikra. Barátok mondták neki, hát te miért jársz ezekre a meccsekre? Ideig sose láttunk, hogy mész a meccsekre. Annyira érdekel téged? Azt mondta ő, válaszolt, engem nem érdekel a foci meccs. De akkor miért jársz? Azért, mert ezek a foci meccsek nagyon fontosak a fiamnak. Nekem pedig számomra fontos a fiam. És mivel ő fontos számomra, és ahhoz, hogy legyen jó a kapcsolat, és neki fontos a meccs, és hogy elmenjek vele, és ezért elmegyek vele. Szóval így a kapcsolat akkor működik, mikor én mondom, aki partnerem, és azt mondja, neki ez fontos, akkor nem mondom, ez hülyeség. Mondom, igen, ez nekem is fontos. És az alap ez pont itt, hogyha a férjnek fontos, hogy most ő magába dolgozon, akkor ez nekem fontos. Hogyha a feleségnek fontos, hogy ő most beszéljen, akkor ez nekem fontos. És akkor ezeket meg kell, hogy beszéljünk együtt, mert akkor fog működni és alakulni egy jó élő kapcsolatunk. Ez az első, legfontosabb elf igazából. És pont mivel ez a természet, ezért el kell fogadjak. El kell fogadjak, és akkor ezzel teremtek. És hogyha ezeket fogok ismerni, akkor itt lesz a művészet. Fogok érezni, hogy hogy kell kommunikálni egymással, hogy kell beszélni egymással. Jó. Igen, nyomjunk egyet. És ezek szerint ugye a férjnek a szerepe védelmet adni egy feleségnek, egy nőnek. A védelmet, biztonságot, ezek a legfontosabbak. Most elmondom, miért ez az egyik szerepe. A virágajándékok, ruhajándékok mellett. Az is fontos. A virágot adjon feleségnek, ékszereket vegyen neki, ruhákat vegyen neki. Ez fontos. De fontosabb a biztonság és a védelem. Mivel a nőnek megint van az az érzelmek, az elme miatt aktívabbak, ezért neki például a döntés az nehezebb hozni. Nők nem annyira szeretik dönteni. Na akkor most melyik irány legyen? Tudnak, de nem érezni, hát most valaki döntsön. Jobb így. Így éreznek. Ezért nekik van egy másik dolog, hogy ők nagyon jól érzelmileg tudnak működni. Egy nő, úgy mondják, olyan természete, hogy minden éles sarkát el tudja így gömbölyíteni. Szóval éles helyzetekben ő tudja elsimítani. Ugye eloltani a tüzet, a konfliktusokat. Szóval ez a nőnek ez a finomsága, a tulajdonságoknak ez a szerepe. Viszont ő nem érzi jó magát biztonságban, és nem érzi magát stabil helyzetben. Neki az ő kapcsolata van, hogy a kicsit asztrológiáról beszéljünk, az ő kapcsolat az a hold. A hold, ami a nőket jobban irányítja. Ezáltal ő tud lenni egy anya. Nagyon kifinomult, nagyon lágy, az az anya szeretet, a férfiak nem képesek rá. Miért? Mert nem a hold hatás alatt vannak. A nő a hold hatás alatt van. Viszont neki rossz kapcsolata a nappal.
ezért a döntés, harcok, az nem annyira a nőknek a szerepe, vagy biztonság, védelem, ez nem nőknek a szerepe. A nőknek a szerepe pont ez, hogy elsimítani például a lakást, a házat otthonná varázsolni, ez a nőnek a szerepe. Mert nő bejön egy terembe, vagy egy szobába, és őtől rögtön fog mondani, itt legyen ilyen kép, itt legyen a ágy, ott legyen a szekrény, ez nőnek a dolga. Mert ő érzelmekkel érzi, hogy lesz egy üres házból egy otthon. A férfinek nincsen ilyen érzése. Ő neki elég, hogyha van két banán láda, akkor valamilyen redőny, ami a dédapája redőny, ami szét van csúszva az ablakon, van ajtó vagy nincs ajtó, egyik zokni a hűtő tetején van, másik zokni a tévé előtt van, ez a férfi. Érzi, hogy nem, valami nem stimmel, de nem érti mi. Viszont védeni, biztonságot teremteni, ez a férfinak a dolga. Mert ő napbolygó irányítás alatt van, és akkor neki kell döntést hozni, neki kell előre vinni az egészet, irányt, és akkor ő megy, és biztonság. De látjuk, a nőnek pont hiányzik a biztonság és a védelem, a férfiaknak hiányzik a nyugalom és a békesség, ez a finomság. Ezért van szükség, ugye, mivel a férfinek a hold probléma, hold bolygóval. Ezért, amikor ketten kapcsolódnak a férfi és a nő között, akkor mind a kettő profitál. A férfi adja a nap kapcsolatot, ugye férfi mellett nő fog érezni, na akkor most, hogy meg vagyok nyugodva, már nem aggódok, hogy mi lesz velem, akkor van biztonság, van védelem, és akkor boldog vagyok. A férfi megnyugszik a pszichikája, mondjuk lehűl, kihűl egy kicsit a feszültségtől, mert van egy otthon, valaki, aki otthon érzelmileg támogatja őt. És akkor így működnek férfi és a nő között. Ezért védelmet adjon a férfi a nőnek úgy, hogy megvédi az ő a elmétől, az érzelmektől. Mert az érzelmek a nő, mikor egyedül van, akkor felemésztenek. Jaj, mi lesz így? Jaj, úgy, kész, És akkor férfi mondja, jó lesz, minden rendben van, tudod, így is így csináljuk, és akkor megyünk ez az irány, és akkor köszönöm, melletted mindig. Vagy csak mondja, a férfi mondja, ne aggódj, kész, ez hatás. Ne aggódjak, biztos? Biztos. Jó, köszönöm, megnyugodtam, ennyi elég. Mert annyira nap erős a férfiaknak, ami csak ennyit csak kell, hogy a lány mondja neki, ne aggódj, az mindig nem lesz hatásos. Jobban fog aggódni, és ketten úgy aggódnak. De fiú mondja, ne aggódj, köszönöm, mondtál, ne aggódj, nem aggódok. Ez ilyen hatása. Ugyanúgy, hogyha érzelmileg nincs megnyugtatva a fiú, és a másik fiú nyugtatja, az nem fog működni. De egy lány jön, egy két szót mondja neki, az megnyugszik a férfi. Mert a hold hatása. Erre egy kis dolgot még mondanék, egy pillanat. Ebből kifolyólag nem mindegy, hogy melyik oldalon áll a fiú, és a milyen oldalon áll a nő. Mikor férfeleség együtt egymás mellett állnak, nem mindegy. Milyen oldalon legyen a férfi a nőnek? Oké, bal jobb. Így gyorsan kell csinálni. Kicsit bal, kicsit jobb, kicsit bal, kicsit jobb. Jó, ez is egy megoldás. A férfi a nőnek a jobb oldalán legyen. A nő a férfinek a bal oldalán legyen. Ez hogy? Hát úgy, hogy jobb oldal, meg bal oldal. Azért, mert mindenkinek a jobb oldala, ez egy akarat, ez a napkapcsolat férfiaknak. És a nőknek is. És hogyha a nő ideál a férfiaknak, akkor leblokkolja neki a szabad akaratát. A bolygó, a nap bolygót leblokkolja. Hogyha nő nőnek a bal oldalán van a férfi, ő leblokkolja neki az érzelmeket. Férfinek kell érzelmeket segíteni, a nőnek az akaratát. Azért nőnek itt kell állni, hogy férfinek az érzelmeket kezeljen,
és férfi az ő akaratot adjon az erőt az akaratnak, a biztonságot, védelmet, és így tovább. Szóval így kell állniuk egymás mellett, meg sétálni, nem csak állni, meg ülni, meg minden. Akkor nincsen probléma itt, mert ez hatással van. Nem, szóval ezek nem véletlen dolgok. Oké. És érzelmektől, oké. Elszaladtunk, érzelmektől kell védeni, ugye, mert nőnek, mivel az érzékek mellett van az elméje, ezért, már ennyi az idő. Mindjárt befejezünk. Mivel van az a probléma, akkor ugye a nőknek a hangulat a naponta ezerszer változik. Vannak itt nők? Kinek szokott sokszor változni a hangulat a napi szinten? Igen. Ez természetesen nem kell félni kezet emelni, ez normális. Ez normális, ez jó. Ez azt jelenti, hogy nők vagytok. Ez jó. Igen, és ezért kell neki férfi, aki, mert nője nem is érti saját magát. Szóval nem értem magamat. Ez normális. Azért kell a férfi, aki ezeket az érzelmeket, minden ezt szépen egyensúlyban rakja neki. Oké. Akkor a családi védelem, ami alapszik, még egy pár utolsó elvet mondom, és utána összefoglaljunk az egészet, és akkor vége. Hát jó, indítsunk, aztán pár rövid lesz most már. Akkor a férfinek arra, hogy ő összetartjon családot, és boldog legyen, és erős legyen a kapcsolat, boldog legyen a család a felesége, és legyen erős a kapcsolatok, neki belső erőre van szükség, a belső erő. A belső erő az azt jelenti, hogy intelligenciára. Intelligenciát kell táplálni. Nyomjuk. És intelligenciát táplálás a következőképpen megy a férfiaknak, és másképpen egy kicsit működik a nőnek a belső erő. Mert nem külsőleg kell tartani a családon, hanem belsőleg. De ez nem jelent, hogy nincs külső kapcsolat. De egy belső dolog van, amit most mondom, mi lesz az. Mehet? A férfiaknak nagyon fontos érzékkontrollt csinálni. Ez azt jelenti, hogy szabályozni magukat. Nem eszek össze-vissza, férfiaknak nem szabad. Miért? Mert kikapcsolja az intelligenciát. Férfiaknak kell tudni, hogy mikor, mit csinálok, beosztva az időm. Akkor én uralkodok a saját magamon, akkor én azt csinálok, amit én akarok, nem ami az érzelmek nekem csinálnak. Mert a férfiaknak az a veszély, hogy neki vagy intelligencia be van kapcsolva, elme vagy ott van, vagy elme érzékeknél van, de akkor nincs intelligencia. A nőknek, még hogyha érzékek alatt közel van az elme, amit beszéltünk, intelligencia még mindig működik. A nő még mindig intelligens, mikor érzelmi szinten van. A férfi nem. Ő vagy intelligens, vagy kész. Ez az igazság. És ez sokszor a nők tudnak segíteni a férjnek, azért kell, majd mindjárt elmondom, hogy kell bekapcsolni. Mert annak a családnak, ahol a férjnek intelligencia kikapcsolt, nincs jövő. Szenvedni fog mindenki a családban. Ezért nőnek nagyon kell figyelni, hogy kapcsoljon vissza neki, segítsen. Egy példát elmondom, hogy ez hogy néz ki az életében a férfi nőnek. Amikor mondjuk a férfiak elkezdek mondjuk fogyasztani alkoholt, vagy kábítószert, és a nő, ugye, elkezdenek fogyasztani, és akkor degradálni kezdenek. De átlagban, hogyha nézünk a statisztikailag, mikor degradálnak, akkor van egy pont, akkor mikor nő megáll. És abban hagyja, és ki fog mászni. A férfi nem tud megállni, és akkor süllyed a padlóra. Észrevettétek? Többször a férfiak nagyon lesüllyednek. Mert nő kell süllyedni, de intelligencia be van kapcsolva, és megállítja azt, hogy nem, várjál, neked most ott van a gyereket, mit csinálsz, kezedbe vedd magadat, gyerekre gondoskodj, és akkor bum. A férfi, ő már nem tud, gyereke van, ki van, nincs senki, és akkor ő teljesen alkoholista és kábítószeres lesz. Szóval, hogyha kikapcsol intelligencia, vége van. Ezért
hogyha érzi, kontroll van, akkor be van kapcsolva intelligencia férnek. Ez egy fontos dolog, és felelősséget kell vállalni. Ez is belső erőt fog adni a férnek. Nagyon így próbálunk röviden. A nőknek az erényesség, az az erő, és ezzel kapcsolja be intelligenciának a férjének az intelligenciát. És a gyengeség. Minden férfi pszichikája úgy működik, hogy ő gondolja, hogy én férfi vagyok. Ez azt jelenti, hogy nekem igényem van valakit gondoskodni, védeni, biztonságot teremteni. De csak azon tudok gondoskodni és védeni, aki gyenge. Amikor egy nő mondja, na gyere, megbeszéljünk, te állat, akkor férfi mondja, oké, akkor védd meg magad, akkor kikapcsol ezt a funkció. De amikor egy lány mondja, ha én egy gyenge lény vagyok, és így és úgy, akkor kibántott, akkor akar védeni, akkor rögtön aktiválódik benne ez az ösztön, védeni, adni, biztonságot adni. Ezért ez egy fontos, hogy gyengeség. Mielőtt befejezünk, még egy utolsó védékos titkot elmondom. Nőknek, férfiaknak be lehet csukni a fülöket, vagy lesni. A pszichológia úgy működik, hogy amikor fiú és a lány csak találkoznak, és kezdenek építeni a kapcsolatot, akkor sokkal több függ a fiú erőfeszítésen, hogy ez a kapcsolat megmaradjon. Mert nem a lány erőfeszítésen. Férfiaknak kell többet bizonyítani, virágot, ezt, azt ki kell találni, hogy kell körbe táncolni, meg minden, hogy legyen, megmaradjon a kapcsolat. Ez normális, ez jó, ez így oké. Mert lány gondolkodik, na, itt van az a fiú, meg az a fiú. Mind a kettő tetszik, és akkor ők még gondolkodik, hogy ki lesz az én, az egész utamra a társam. A fiú már nem, ő már egy lány, látja, ez van nekem, kész. És akkor azért, hogy próbál megszerezni ezt a lányt, és nagyon sok erőfeszítést tesz. Viszont, amikor kialakult már családjuk, és mondjuk eltelt egy pár év, 3-4-5 év, amikor felnőtté válták, megfordul, akkor ahhoz, hogy megmaradjon a kapcsolatok, mondjuk abban az érettkorban már a fiú már függetlenebb lesz, és a nőnek több erőfeszítésből áll összefogni a családot. Ez védikus, hogy mondjuk kifejezés, vagy mondjuk állítás. És van leírva, hogy mi a titok, ami tud csinálni egy nő, hogy a férjét otthon tartsan, és nem csak tartsan, mint egy butort, hanem inspiráljon dolgokra, mindjárt elmondom, mire fog inspiráltva lenni a férj automatikusan. Nagyon pár dolog csak, nagyon kicsi. Első. Szépen kell öltözni. Most az a probléma, amikor randi van, fiú és a lány találkozik, akkor, mikor találkoznak, akkor a fiú, mikor látja azt a lányt, hihetetlen ez a virág, szép, csönd, makulátlan, megvan smink, minden, illatok, szuper. És ez jó, csak a fiú azt gondolja, hogy mindig ilyen lesz. Amikor összeházasodnak, és másnap ő kimegy a hálószobából a fiú, és látja, hogy valaki ott van előtte otthonkába, lógnak a harisnya a térdén, meg van így lukasztva, csavarok be vannak csavarva a hajába, és így néz ki, akkor férje, oppa, azt hittem, te mindig leszel olyan, ami az első találkozón voltunk. Nem érti ezt. Nem fog mondani semmit, de a pszichikába távolodik. Ezért az első, és igen, és most úgy működik, hogy nők otthon-otthonkába vannak, össze-vissza, ilyen ki van már égve róla a színek, ugye? És amikor mennek találkozó
egy csapat szülinapra, ahol vannak más fiúk, na, akkor virág, akkor smink, minden. De ez nonsens dolog. De kivel kell neked élni? Azokkal vagy ezzel a fiúval? Ezért öltözni kell saját férjnek szép. Nem kihívóan, nem, hogy mondjuk, kéjébresztő, hogy a férfi rögtön ágyra gondoljon, hanem szépen, szépen elegánsan, szépen öltözve kell lenni és lánynak fiú előtt. Fordítva lehet, nem probléma, hogy fordítva, de nőknek ez fontos. Akkor utána... Bocsánat, hogy néz ki az, hogy felkel a pasim, és úgy néz ki, mint az utolsó loncsos, bolzontos barna medve, érted? Tehát azért ő is hagyjon magára, ne csak egy nőnek kelljen a másik örgóban, hogy mindig szép legyen, meg kívánatos, nehogy bocs, hogy közbe szólt, csak... Jó. Lehet, nem probléma. Kinek probléma, hogy a férfi szépen öltözzen? Van probléma? Nincs probléma. Lehet, semmi gond. De mivel ugye a nőnek több erőfeszítés kell, hogy összeálljon a család, akkor erre van a hangsúly. És szóval ez az egyik, szépen öltözni. Úgy másik, ami fontos, elv, hogy tisztán tartani a házat, a lakást. Ugye, mert megint a otthon, a lakás szféra, az ott nő él. Ő nem, férfi nem tudatos annyira. Jó, ott van, ő érzi az otthont. Ő például, ő nem mindig tudatos, hogy most ki kell vinni a szemetet otthonról, vagy porcivózni. Ez nőnek a szférája, de ez nem jelent, hogy nő legyen a rabszolgája, porcivó, hanem ő néha megkér és segíthet ebbe, mert férfi nem lesz tudatos. Ez így működik. De szóval tisztán tartani a házat, ez nőnek kell figyelni. Akkor szépen öltözni, tisztán tartani a házat, és az utolsó, ami magyar mondat és egyezik ezzel, finomat főzni. Ugye, hogy mondják, a férfinak a szívhez a útja hasán keresztül. Ugye ez úgy látszik védikus tudomány. Szóval ez is fontos. És azt mondják az írások, hogyha nő ezeket elveket alkalmaz az életében, akkor a férj automatikusan inspirált lesz több pénzt keresni. És nem akarja otthagyni a családját. Ez így működik, ez a dolog. Ezek a védikus titkok. Persze, látom, egy páran mondta, jaj, aha. Most a ti kérdésetek jön ide, jó? Nézzétek csak. Hoppá! Ugye? Mert elv jó, de lehet, hogy az igazi férfivel működne, vagy igazi nővel, mert sokszor kérdeznek, jó van, de hol találok egy igazi ilyen férfit? Vagy egy nőt, aki ilyenekre képes. Mert az elvek működnének, hogyha igazi férfivel legyek együtt, vagy, hogy igazi nővel legyek együtt, ez is jogos. A férfi is mondhatja egy ilyen kérdést. Nő is mondhatja, hogy felteheti ezt a kérdést. Ez egy hiteles dolog. Na, hát akkor hol találjuk egy jó férfit, igazit? Hát, hogyha akarunk találni egy igazi férjét, méltó, vagy nőt, akkor először én legyek egy igazi nő. Jó? Hogy akarok egy igazi nőt, először én legyek egy igazi férfi. Szóval, és amikor én még igazi vagyok, akkor be fogok vonzani. Mert olyanokat bevonzom, amilyen én vagyok. Hogyha igazi vagyok, akkor igazit bevonzom. És akkor, mert megint a pszichológia az így működik, hogy akarok boldog lenni, akkor nem őket kell változtatni, a férfimet kell változtatni, vagy a munkatársaimat, vagy a barátokat, mert ők ilyenek, meg ők olyanek, és nem jogos, és jogtalanak velem, az sosem működött, sosem fog működni, mert nem ez a törvény. A törvény, hogy magamat változtassam. Amikor én magamat változtatom, akkor be fogok vonzani olyanokat, akik magukat változtatnak, és fog működni a kapcsolat. Ez a válasz ezekre a kérdésekre. Igen. Ugye
mit jelent egy nő? A nő általában el kell vezetett elveket elfogadjon, hogy milyen irányba haladja a családunk, lelkesíteni kell. Férjet, ezt most már röviden mondjuk, hogyan, mit, sajnos most nincs időnk, már nem akarunk ezzel, mert legfő elveket a ideek, amit elhangzották, azok voltak. És igen, a férfiaknak ez a felelősségvállás az nagyon fontos, hogy én nem a a feleségem sose aggódjon, hogy hol legyen a pénzünk, hogy legyen kifizetve a dolga. Ez nem a nőnek a dolga, ez a férjnek a dolga, és ez ő feje fájjon. A feleség ne is vegyen észre, hogy férjenek ezen fáj a feje. Férje sose mondja, most nem tudom, hogyan kifizessük a számlát. Ez nem szabad csinálni. Mert boldogtalan lesz a feleség. Ha boldogtalan a feleség, vége a családnak, mindenki szenvedni fog. Igen. És a férjnek, ugye most mondtuk, hogy hogyan nő tartsan mellette, vagy tartsan családba a férjét, az, ugye ezeket a három elveket. A férjnek is van feladat, boldogat tenni a feleségét. Szóval kell igyekezni boldogat tenni a feleségét, ez egy fontos elv. És egyik az, hogy nem tud boldog lenni, bármit lehet venni, virágot, minden, ő nem fog boldog lenni, hogyha nem érzi, hogy felelősséget vállalja a férjem. És érzelmeknek a menedékét adni kell. Mi van, mink az utolsó, és akkor felválni a vezetési szerepet, hogy akkor az életünket ebbe az irányba csináljunk, és akkor persze meg kell beszélni minden feleségével. Oké. És akkor most szerintem én ennyit gondoltam. Vannak kérdések. Rendben. Akkor nagyon szépen köszönöm, hogy meghallgattatok, és nem voltok túl terhelve az információ? Jó. Rendben, akkor köszönöm szépen a figyelmeteket, és akkor visszaadom a szót, hol van itt a Radha Madhava Prabhu. Visszaadom a szót, és majd még találkozunk. Köszönjük szépen. Mi jön most? Süti. Neki a vendégünk egy finom vegán sütire, de előtte még, hogyha valakinek még a szoftverét túlterhelte a sok információ, akkor egy kis levezetést